egy igazán különleges évaddal készül a Philharmonia, és gyakorlatilag az egész régiónak az érdeklődésére tartanak számot. Picit a bérletnek a részleteiről beszélgessünk, milyen műsort kínálnak a zenekedvelő közönségnek. A Philharmonia Magyarország, mint a klasszikus zene gazdája, remélhetőleg országunkban két együttest is hoz ebben az esztendőben nagy kanizsára, akik úgy gondolom, hogy méltán az ország legnevesebb, leghíresebb és legkiválóbb zenekarai, így a Budapesti Fesztivál Zenekar és a Nemzeti Filharmonikusok, akik egyébként nem mellesleg tegnap előtt érkeztek haza Sánkhái turnéjukról, de a Budapesti Fesztivál Zenekar is, aki egyik évadában pont Pécsett ünnepelte a 100.000. kilométert, amit abban az évben megtettek, tehát ők New York, Berlin és a világ legnevesebb koncerttermeinek, színpadainak az ünnepelt együttesei, és nagyon különleges az az év, amikor egy évben ők egy városban, egy bérletben mindkét együttes föllép, és hát erre nagyon felhívnám a zeneszerető közönség figyelmét is, és azokét is, akik még csak barátkoznak a komoly zenével. A december 29-i alkalommal Takács Nagy Gábor vezényletével a Fesztiválzenekar egy nagyon színes, gyakorlatilag a zenei irodalom gyöngyszemeiből, slágereiből állított össze egy programot. Nem is hangzik el minden darab, talán teljes egészében van, amiből csak a legszebb tételt játsszák el, és Várdai István pécsi cselló művész lesz a vendégük, aki egyébként az elmúlt évben a világ egyik legkeresettebb csellistája volt. Majd februárban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar farsangi programja lesz műsoron, Dvorzsák nagyon népszerű új világ szimfóniájával és Sostakovics jazzfittyével, ami egy nagyon különlegesen karneváli hangulatot idéz elénk egy nagyon populáris programmal, és a bérlet nyitó koncertjére pedig a jövő héten szerdán kerül sor, ahol egy fiatal vonós zenekar, az Anima Muzicé két trombita művésszel, a Pannon Filharmonikusok trombita műveiszeivel adnak egy nagyon izgalmas estet. Abból talán Vivaldi két trombitás versenyművét emelném ki, ami egy talán Vivaldi négy évszakjához hasonlítható különleges hangulatú mű, ahol a két trombita hol egymást erősíti, hol egymásnak válaszolgat, vagy éppen visszhangzik. És a befejező koncerten pedig a kamarazenek Rolls-Royce-aként emlegetett budapesti vonósok lesz a vendégünk. Ehhez kell egy bázis, aki komoly zene rajongó, és akkor hozzájuk, úgy gondolom, ők felszívják egy-egy esti baráti beszélgetésben, ahol elmesélik az élményeiket, a figyelmet arra, hogy mik történnek itt a városban, milyen együttesek voltak, vagy érkeznek még a jövőben. De emellett van nekünk ifjúsági sorozatunk is, amelyben próbáljuk a fiatalokat a komoly zene felé irányítani, hogy 20-30 év múlva is legyen közönség a koncerttermeinkben. Igen, ebben a Philharmonia Magyarországnak fantasztikus számai vannak, egy évben 280.000 diák hallgat országos szinten koncertet. Ebben Zala megyének is, Nagy Kanizsának is fontos szerepe van. Ezek a tanítási időben hangzanak el ezek a koncertek, és az iskola igazgatókat és az énektanárokat próbáljuk erre rávenni, hogy elhozzák a gyerekeiket, mert ennek még természetesen többszöröse a hallgatók száma, úgyhogy még abban is van hova tovább lépési lehetőség, azokra a programjainkra is várjuk szeretettel az általános és középiskolás diákokat tanáraikkal.